Amikor korábban Brazíliában szociális programokban vettem részt, például utcagyerekekkel foglalkoztam, éreztem, milyen keveset lehet segíteni ezeknek az embereknek. Itt a baráti körben tudom, hogy van egy eszköz a kezemben, amelyen valóban segíteni tudok. Brazíliában az egyik indián törzsben is vannak már közösségeink. Ott is történnek gyógyulások, így látható, hogy ehhez még írni és olvasni sem kell tudni, ehhez nem kell iskolába járni. Mindenhol a lényegről, az élet alapvető dolgairól van szó. És olyan jó érzés segíteni az embereknek abban, hogy ezeket újra megtalálják. Die Lehre Bruno Grönings ist so einfach. Bruno Gröning tanítása olyan egyszerű és letisztult, hogy mi orvosok az élet és az orvostudomány filozófiáját egyszerű mondatokkal is el tudjuk mesélni. In ganz einfache Sätze erzählen können und dass die a dél-amerikai embereknek is joguk és lehetőségük van arra, hogy megismerjék ezt a tanítást. Diese Lehre zu erkennen. A 90-es évek közepe óta vannak Bruno Gröning barátok Dél- és Közép-Amerikában. Kezdetben itt is, mint sok más országban, fontos segédeszköz volt az eszperantó nyelv. A legelső tulajdonképpen Alex Humet volt, aki Belgiumban él, ő is spanyol. És akkoriban elutazott Kubába egy regionális eszperantó kongresszusra, de nem a baráti kör megbízásából, hanem csak saját magától ment oda. Ez egy regionális eszperantó kongresszus volt, és Humet úr ott kötötte az első kubai kapcsolatokat. Aztán visszajött néhány címmel, és akkor csak ott álltunk, és nem tudtuk, hogyan tovább. Aztán Häusler asszony két hónappal később Robert Freigesnert és Detlef Mayert Kubába küldte. Meglátogatták a barátokat, és megalapították az első ottani közösségeket. Ez olyan volt számomra, mint egy kis kaland. Mert igen, az autók, minden teljesen más, mint amit például Ausztriából, vagy más európai országokból ismerek. Nem turisták voltunk, nem mentünk a tengerpartra, rögtön az ismerősökhöz mentünk, és láttuk, hogyan élnek, s részben milyen nehéz körülmények között kell élniük. Egy asszonyt, akire még ma is jól emlékszem, gyakorlatilag odacipeltek és lefektettek. Csak csont és bőr volt, annyira le volt soványodva. S ott sem kérdeztük meg, mi a baja, csak beszámoltunk azokról a gyógyulásokról, amiket mások átéltek. Ő is nagyon gyenge volt. Nagyon gyenge, de ott volt. És meghallgatott minket. Und auch sie war recht schwach, aber sie war dort, hat sich das angehört. Egy évvel később egy eszperantó kongresszuson találkoztam az asszony egyik barátjával, és megkérdeztem tőle, mi van az asszonnyal, mi történt vele. Azt mondta, hogy megint dolgozik. Ez korábban elképzelhetetlen volt, olyan rosszul nézett ki. Akkoriban nagyon-nagyon sok gyógyulás történt Kubában, csak a rezsim okozott gondot a gyülekezési tilalom miatt. De az embereknek annyira a szívükben volt a tanítás, hogy mindig elintézték, hogy valakinek a nappaliában titokban találkozni tudjanak. Oktatóanyagot sem lehetett küldeni, mert azt rögtön lefoglalták. Az e-mailezés is nagyon-nagyon nehéz volt, mert Kubában mindent ellenőriztek. Ezért néha elutazott valaki Kubába, hogy segítsen. Ma szinte minden közép- és dél-amerikai országban vannak közösségek, és már sok további gyógyulás történt. Bruno Gröning tanításának terjesztésében itt is az orvosok információs előadásai játszanak nagyon fontos szerepet. Elkezdtünk előadásokat tartani Bruno Gröning tanításáról és a szellemi úton történő gyógyulásról. Tartottunk információs előadást Mexikóban, Kolumbiában, Ecuadorban, Paraguayban, Chilében, Peruban és Argentínában. Más barátok Venezuelában is jártak. Andere Freunde haben auch in Venezuela auch gemacht.
Und das machen wir sehr. Ezt a tevékenységet szabadidőnkben, szabadságunk alatt, szeretetből csináljuk. Egyáltalán nem kapunk érte pénzt. Kein Geld oder so dafür, das machen wir in unserer Freizeit, in unserer Urlaub praktisch. Mi primera experiencia con lo que es conferencias. Az első előadást 2006. októberében hallottam. Dr. Castañeda úr eljött Arequipába, azután Limába, hogy előadást tartson. Hozzácsapottam a csoporthoz, és velük utaztam. Santiagóba mentünk, ahol megszereztem az első igazi tapasztalatomat. Érdekes volt, bár kicsit ideges voltam, de Bruno Gröning segítségével minden jól alakult. Nagyon sok erőt kaptam, és onnantól minden csodálatosan ment. Elutaztunk Argentínába, Paraguayba, és minden rendben volt. Az előadások jól sikerültek, sok új barát vett rajta részt. A paraguayi Katarina Gábel is egy orvosi információs előadáson hall Bruno Gröningről. Dr. Blattnertől hallottam róla. Épp átutazóban volt Argentínából, Buenos Airesből, Paraguayba, és előadást tartott németeknek. Ez olyan nagy hatást tett rám, hogy másnap még az interneten is utána olvastam. További információkat kerestem. Közben éreztem, hogy ezt el kell mondanom a többi embernek, hogy gyógyíthatatlan nem létezik. Katarina Gábel patronálja azóta a baráti körben Közép- és Dél-Amerika összes spanyol nyelvterületű lakosságát. Limában találkozik Brazília portugál nyelvű vezetőjével, Gerdanikkel Majával, és tapasztalatot cserélnek. Amikor korábban Brazíliában szociális programokban vettem részt, például utcagyerekekkel foglalkoztam, éreztem, milyen keveset lehet segíteni ezeknek az embereknek. Itt a baráti körben tudom, hogy van egy eszköz a kezemben, amelyen valóban segíteni tudok. Bueno, 1997 óta szenvedtem porckorongsérv miatt. De hernias de disco en la columna. Erős fájdalmaim voltak, kipróbáltam különböző ajánlott terápiákat, nyomáskamrát, termálfürdőt, akupunktúrát, és nem csak orvosokhoz mentem, hanem gyógyítókhoz és természetgyógyászokhoz is elmentem. Szörnyű fájdalmaim voltak, állandóan fájdalomcsillapítókat kellett szednem. Ha rám jött egy-egy roham, akkor egyszerre kellett bevennem neurobint és voltarent. Tehát nem az egyiket vagy a másikat, hanem egyszerre a kettőt. Volt egy gondozóm, aki időnként 4-5 napon át jött injekciózni. Még ő sem akart nagyobb dózist adni, mert félt az erős gyógyszerek szervkárosító hatásától. Ilyen erősek voltak a gyógyszerek. Ha fájdalmai voltak, segíteni kellett neki leülni. Nagyon nehéz volt a családnak is. Kerestük a segítséget orvosoknál, gyógyítóknál, terapeutáknál. Mindenki azt mondta, hogy gyógyíthatatlan. Ez alatt a 9 év alatt az orvosok röntgen felvételek és mágneses rezonancia alapján csak azt állapították meg, hogy a gerincemen több porckorongsér van, összesen 3 különböző helyeken. A rohamoknál olyan erős fájdalmaim voltak, hogy összegörnyedtem, és napokig görnyedt testtartásban maradtam. Szörnyű fájdalmaim voltak, a nyakamtól végig a gerincemben, és éreztem, hogy az izmok összehúzódtak. Era terrible el dolor que sentían, no? Es geht um eine Mehretage, Wirbelsäule, Veränderungen
Egy többszintű gerincelváltozásról van szó, az L2-től az S1 csigolyáig, tehát az ágyéktól a farokcsontig. Ez egy nyilvánvaló elváltozás, úgynevezett foraminális szűkület, ami nagyon nagy fájdalmat okoz. Ganz schwierige Schmerzen verursachen. 2003-ban elmentem Szamborhába. Ott hallottam Bruno Gröningről és a szellemi úton történő gyógyulásról. Később elmeséltem a férjemnek, aki azt mondta, hogy ne zaklassam ilyesmivel. Ne gyere nekem ilyen furcsa dolgokkal, mondtam neki. Azt hittem, szellemi úton nem lehet meggyógyulni. Számomra ez akkor nagyon abszurd volt. Nem hallgattam rá, és azt mondtam neki, ne jöjjön nekem ilyenekkel. Vakon bíztam az orvosokban. Ez 2003. júniusában volt, panaszaim még tartottak 2004-ben is, majd 2005-ben volt egy nap, amikor még a szemem is könnybe lábadt az elviselhetetlen fájdalomtól. Akkor mondtam a feleségemnek, hogy vegye fel a kapcsolatot a baráti körrel, és menjünk el, mert nem bírom tovább. És akkor mégis elutaztunk Arturo Valdezhez. Először autóval vittem el. Amikor már bízott benne, egyedül ment, és sokkal boldogabb volt. Már ritkábban voltak fájdalmai. Ezután kevesebb injekciót kaptam, és egyik napon már nem vettem be gyógyszert, és nem kaptam több injekciót sem. Addig reggeltől estig egy fűzőt hordtam, egy nap arra gondoltam, kipróbálom annélkül, és meglátom, mi lesz. És egyszer csak nem kellett már fűző. Nem volt szükségem gyógyszerekre, se injekciókra. 2006. októberében Limában volt egy előadás. Előtte néhány nappal kaptam meg a röntgen felvételeket, az orvos megnézte, összehasonlította az előzőekkel, és nem hitt a szemének. Még egyszer megnézte a felvételt, és így szólt. Barátom, te meggyógyultál, ez hihetetlen. Néhány nap múlva megismertem dr. Jorge Castañedát, ő ugyanazt mondta, meglepődött ezen a csodán, amit Isten tett a testembe. Heilung von Herrn Cabeza, den ich übrigens auch persönlich kenne. Cabeza urat személyesen ismerem. Gyógyulása számomra lenyűgöző. Orvosilag megmagyarázhatatlan, hogy annyi év fájdalom után a panaszok ilyen rövid idő alatt elmúltak. Ja, dass die Beschwerden verschwinden sind, ist faszinierend und medizinisch nicht zu erklären.